A Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeinek előadásával kezdődött a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából rendezett díjátadó ceremónia hétfő délelőtt a Városházán. Az eseményen részt vett Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc is, aki beszédében kiemelte, az önkormányzat dolgozói évről évre tanúsítják rátermettségüket, az elmúlt hónapokban pedig bebizonyították, hogy a veszélyhelyzetben is biztosítani tudták a közigazgatási feladatokat. A köztisztviselők a város, a városlakók ügyeivel foglalkoznak, és én azt gondolom, hogy nagyon magas szinten. És hát ha visszatekintek a 3 hónapos veszélyhelyzetre, az egy külön nehézséget jelentett, ilyennel még nem találkoztunk, és nagyon örömmel gondolok vissza abból a szempontból, hogy a munka nagyon színvonalas volt, mindenki tudta a dolgát, és az egyes szervezeti egységek együttműködése, ez kellett ahhoz, hogy a nyíregyháziak ne érezzék az, hogy itt bármilyen probléma lehet, mint ahogy nem is volt. Az ezúttal szűkebb körben rendezett eseményen a város vezetése a Májerszky Béla díjat is átadta, melyet rendre olyan személynek ítélnek oda, aki évekig példamutató közszolgálati tevékenységet végez a közigazgatásban, és hozzájárul annak továbbfejlesztéséhez. Az elismerést ebben az évben Faragóné Széles Andrea vehette át, aki 1998 óta dolgozik a város önkormányzatánál, 2011 óta pedig a jegyzői kabinet vezetői tisztségét viseli. Én nagyon szeretem ezt a pályát. Én úgy gondolom, hogy ezt csak elhivatottsággal és elkötelezettséggel lehet végezni. Erre egy nagyon jó idézet jut mindig eszembe. Mi is az a hivatás? Mi is az a köztisztviselői hivatás? Talán az, amikor szenvedélyeink találkoznak az élet szükségleteivel, mert mi Nyíregyházán, itt a polgármesteri hivatalban úgy gondolom, hogy az embereket szolgáljuk, a közjót, Nyíregyháza városát, és mindig méltó módon kell, hogy képviseljük ezt a hivatalt, mert akkor lehetünk igazán büszkék önmagunkra és a hivatalra is. Az eseményen szolgálati hűség elismerésben részesülhettek a jubiláló, régóta az önkormányzat alkalmazásában dolgozó szakemberek, valamint átadták a kiváló szakszervezeti tag és a szakszervezeti hűségért okleveleket is.